Sziasztok, kedves tévénéző gyerekek! Elérkeztünk azon ponthoz, amikor végre ki fogjuk sorsolni az egyik fődíjat, a kerékpárt, az Így lesz a kerek a világ projekt keretén belül. De hogy pontosan miről szólt ez az egész, és hogy mik történtek itt, hát mondhatom azt, hogy már hónapokkal ezelőtt, erről most kedves beszélgető társam fog majd beszámolni. Mikor indult ez a projektetek? Az Így lesz kerek a világ ember és természet harmóniában projekt, ez egy idén indult kampány. Gyakorlatilag a kezdeti tevékenységet is 2012 márciusában kezdtük el folytatni, és hát a nagyközönség előtt is valamikor május-júniusban jelentünk meg először. Mit jelent a megjelenés? Mert ha jól tudom, akkor ez nem egy átlagos projekt volt, azért van mögöttetek egy elég sok fesztivál, amin ott voltatok, ha jól emlékszem. Igen. Elég sok emlékünk fűződik ezekhez a fesztiválokhoz. Igen, talán a leglátványosabb eleme volt a kampányunknak az, hogy 12 Szabolcs-Szatmár-Berej megyei fesztiválon vettünk részt. Ezek ott voltak kisebbek és voltak nagyobbak. Voltunk már Szamoskéren, ami egy igen kicsi kis fesztivál, az Együtt a Szatmárban rendezvény, de voltunk Nagyeseden, Szabolcsban, a Szent László napon, Nyíregyházán, a Vidor Fesztiválon, nyáron, a nyár közepén Hegyalja Fesztiválon is részt vettünk, ott voltunk a Sága sátrunkkal. De voltunk Fehérgyalmaton is, Máté Szalkán, a Fényes napokon, és ezen kívül például Naményban is megfordultunk az Oár napi sokadalomban, Jándon, kis településen is, Panyolán, határmenti világzenei fesztiválon. Tehát egy elég széles skálán mozogtunk, igyekeztünk részt venni kisebb és nagyobb településeknek a fesztiválon, és nagyon sok jó emlékünk fűződik hozzájuk, mert nagyon-nagyon sok ember, több száz ember játszott mindegyik településen velünk gyakorlatilag, és ők is nagyon elégedettek voltak a mi kínálatunkkal, úgymond. Ezek a kitelepülések, ezek az ilyen roadshow-k, szerintem nyugodtan mondhatom így is, ezek mindig specifikusak voltak, tehát mindig az adott területnek megfelelően állítottátok össze, hogy éppen mi az, amit be akartok mutatni. Mik voltak azok a fontos dolgok, amiket akartatok megmutatni ezeken a kiállításokon? És az egész kampányunknak is az a lényege, hogy az embernek és a természetnek a kapcsolatát próbáljuk meg bemutatni, és azt próbáljuk meg leginkább hangsúlyozni és bemutatni, hogy az ember nagyon sokféle módon függ a természeti értékektől és a természetben előforduló adottságoktól és értékektől. És az üzenetünknek a másik nagyon fontos lényege pedig az, hogy nagyon sokféle módon hatunk ezekre a természeti értékekre, és ezeket jó lenne megőrizni. Ugye az, hogy hogyan függünk tőlük, ez is nagyon sokrétű, sok innen termeljük meg az élelmiszereinket, gyógyszer alapanyagainkat, öltözködésünkhöz szükséges alapanyagokat, vagy éppen építkezésünkhöz az alapanyagok is a természetből származnak, de más egyéb haszonvételeket is tudunk hozzájuk kapcsolni, a szabadidőnket itt töltjük el, sportolási tevékenységet végzünk természetben, tehát nagyon-nagyon sokféle módon függünk úgymond a természettől. És a másik oldalról pedig azt próbáltuk meg minden egyes helyszínen bemutatni, hogy mindenki egy nagyon egyszerű napi cselekvés sorozatban is számos módon tud tenni azért, hogy a természeti értékek megmaradjanak. Az alapvető gond az, hogy a természeti értékeknek az állapota romlik, számuk csökken, tehát ezek nagyon-nagyon rossz tényezők, amelyek eléggé egyfolytában zajlanak az elmúlt jó pár évszázad, évtized alatt. És hát az cél az ellen, hogy megállítsuk ezeket a romló tendenciákat. Volt olyan, amikor elmentek az emberek ezekre a roadshow-kra, ezekre a bemutatókra is, és akkor tudatosult bennük, hogy hoppá, lehet, hogy itt 3-4 kilométerre van itt egy gyönyörű erdő, vagy egy rét, vagy esetleg nem tudta, hogy ezen a területen ilyen különleges növények vannak? Igen, számos ilyen példa is volt. Hála jó Istennek ennek az ellenkezője is, hogy mintegy megerősítette őket abban, hogy az, amit ők ismernek és tudnak és értékelnek, és adott esetben az valóban értéket képvisel. Mi minden egyes településen a kiadványunkat úgy állítottuk össze, hogy annak legyen helyi része is, tehát a helyi természeti területeket is igyekeztünk bemutatni. És ezekről adtunk egyfajta jellemzést, és teljesen más volt így olvasniuk a helyi lakosoknak is arról, hogy ezek milyen nagy értéket képviselnek adott esetben, például nemzetközi fontosságú értékek vannak ott a közelünkben, és onnantól kezdve láthatóan ennek így örültek is, és egy kicsit így meg is erősítette bennük a helyi identitástudatot, meg a lokálpatrióta érzelmeket.
De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember pedig ismerettel gazdagodott, hogy tényleg mi fordul elő ott a saját maga környezetében, meg egy kicsit tágabb környezetében is, hiszen mindig azért igyekeztünk kitenni egy kicsit az én megyei körültekintést is végeztünk, vagy adtunk ebben a kis kiadványban, amit olvastak a részvevők. Hát ennek a projektnek az egyik csúcspontjához érkeztünk, szerintem nyugodtan mondhatom ezt így. Rengeteg ajándék van körülöttem, és rengeteg ilyen kis cetli, amikre nyertesek vannak felírva névvel, címmel. Gondolom ők az, akik helyesen töltötték ki azt a totót, ugye, amit ti összeállítottatok. Ez így van. Ahogyan a fesztiválokról is beszéltünk, ott is végig is ez volt a játékunknak, a megjelenésünknek a lényeg, hogy készítettünk egy kiadványt, és ehhez kapcsolódóan ebből a kiadványból föltettünk kérdéseket egy totóban. Ez egy hagyományos 13+1-es totó volt, játékos kérdésekkel. Aki elolvasta a kiadványt, az nagy valószínűséggel teljesen megfelelően tudta kitölteni a totót, és akkor a helyes megfejtők között sorsoltunk ki, a helyszíneken és a fesztiválokon is hasonlóan értékes ajándékokat. Itt pedig nyilvánvalóan tudtuk, hogy csak 12 fesztiválon fogunk részt venni, ezért mellette párhuzamosan a honlapunkon, a www.illeszkerekavilág.hu-n üzemeltettünk egy játékot, és ugyanezen az elven működött, fönt voltak a szakmai kis leírásaink, 5-10 percet kellett rászánnia valakinek, hogy ezeket elolvassa, és utána pedig egy totót lehetett kitölteni, és a helyes megfejtők regisztrálhatták magukat, és itt lett az eredménye, hogy sok ember részt tud venni egy ilyen nyereménysorsoláson. Hát akkor szerintem nincs más dolgunk, mert biztos, hogy nagyon sokan izgulnak ott a televízió képernyők előtt is. Szerintem hajtsuk be ezeket a neveket, több mint 400 helyes megfejtő található itt. Szerintem rakjuk bele ebbe a küblibe, és akkor sorsoljunk egyet. Én mint szűzkéz majd húzok egyet, vagy te húzol. Ki húzzon, kit szeretnél? Hát szerintem megoszthatjuk egymással ezt a felelősségteljes munkát. És ha jól tudom, akkor az ajándékcsomagok előtt legelőször ezt a sátrat fogjuk kisorsolni. Úgyhogy tudod, csukott szemmel kell, majd elfordulunk. Jó. Én, mint a bizottságnak az elnöke, a szavazó és a sorsoló bizottságnak az elnöke, majd figyelem, hogy minden tökéletesen rendben zajlik. Izgalom és dobpergések a háttérben, remélem, hogy mindenki már lerágta a fél karját, a fél kezét, és nagyon izgol, hogy vajon ő lesz az egyik a 400 valahány helyes megfejtőből, akik a mai délután folyamán nyerni fognak. Itt az így lesz a kerek. Csukd be részes a szemedet. Én csukjam be, de nehogy valami mást adja kezembe. Te legyél az első. Bal kézzel vagy jobb kézzel húzzad. És kotolj bele, és egyetlen egy darabot húzzál ki. Vagy ezt szoktam mondani a fesztiválokon is a kisgyerekeknek, hogy lehetőség szerint csak egyet húzzanak, mondtam, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki legyen a nyertes. Jó, alulról, felülről, bárhonnan, ahonnan neked. Kiúztam egyet. Itt van a nyertesünk, felolvasod, olvasd fel, tehát jó, mert nem tudok olvasni. Legyen úgy, hogy felolvasod. És ezt a nagyon szép sátrat nyerte meg. A nyertesünk ezt a sátrat. Kisvárdai Mónika, 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 2/10/80. És ezzel a csodálatos sátorral, másod magával, mert hogyha jól látom, akkor ez egy két személyes sátor. Így van, két darab 205 cm-nél nem nagyobb ember bele tud feküdni, tehát ezzel már is közelebb kerültök a természethez, ha egy gyönyörű szép kirándulást terveztek, akár mondjuk az Emisszió Egyesülettel, vagy az Ifjú Botanikusok baráti körével, vagy éppen megkerestek bármelyik haverotokat, akivel együtt szeretnétek a természetben egy kellemes napot eltölteni. Ezzel a sátorral ez már meg lehet. Jó, átadom neked. Gratulálunk az első nyertesünknek. Na hát akkor most megkavarom, jó? Addig fordulj el, jó? Ne nézz ide, nehogy utána itt. A lehullókat azért tedd vissza. Persze, összeszedem, csak én nagyon megkavarom ezt az egészet. Fú, mekkora izgalom. Kicsit elszámoltuk a tálnak a nagyságát. Igen, igen, de hát ez így legalább jobban mutat. A második sorsolás alkalmával majd nagyobbat fogunk hozni. Jó, na hát akkor. Megvan? Jaj, várjál, mert egy kiesett. Ez nagyon ki akar menni, úgyhogy ezt ide jött berakjuk ide így. Gyere, lehet, hogy azt fogunk jóhozni, várjál. Szóljál benne? Na. Jó, túrj bele. Jó, mélyen túrj bele. Akkor legyen mondjuk ez. De várj, mit sorsolunk? Ja, igen. Az ajándékosarat. Az ajándékosarat, így van. És mi van az ajándékosarban? Az ajándékosarban én ránéztem, rengeteg olyan kellék van, amivel a természetben nagyon jól érezhetjük magunkat, valamint kerékpárkiegészítők, természetes alapanyagból készült mosószóda, mézes puszedli, aszalgyümölcsök. Ha jól látom, akkor az vagy lekvár, vagy méz lesz, de ez legyen meglepetés annak, aki megnyeri. Van benne rengeteg természettel kapcsolatos könyv, fajátékok,
egy gyönyörű szép kosár magával, ugye már ez is egy nagyon szép ajándék. Ezt is megkapják? Kosarat? Nem, mert vászonszatyorba fogjuk. Ja, vászonszatyorba, akkor egy nagyon szép vászonszatyorba. A projektnek a vászonszatyorba. Tessék, no, hát akkor húzzuk ki, hogy ki lesz a nyertes. Nem látszatom meg, jó, tehát azt húzom ki, akit megfogtam. Jó. Hoppári. Hoppá, Vámos atya. Miskolci Ferenc. Azt hiszem, hogy Vámos atya nyerte meg. Vámos atyai lakos, Kossuth utca 22 szám alatt lakik. Hát ővé akkor ez a csodálatosan szép. A Szatmárben egészségságon található, ha jól tudom, egészen pontosan a Beregi részen, úgyhogy gratulálok. Igen, aki pedig szeretné megnézni, hogy ott milyen értékek vannak, azok nézzék meg a honlapotokon található kisfilmek közül azt, amelyik erről a területről szól. Így van. Egyébként most a hétvégén pont Tarpán is leszünk, úgyhogy majd ott is lehet, hogy lehet velünk játszani. Rendben van, akkor ezt bele is rakjuk ebbe a kis kosárba. Most pedig következzen a második díj. Szerintem ezt már mondhatom második díjnak, hát, nem? Így tehát ez a második díj, amikor is egy csodálatosan szép fényképezőgépet fogunk kisorsolni. Ezt, ami itt található lent. És gondolom ez a táska is, és csak ez később. Gondolom az a táska is hozzájár. Te húzod. Ó, megint húzlanak a nevek. Na? Csukd be szemed. Elég. Becsukom a szemed, nem nézem. És válasz egyet. Már biztos nagyon sokan izgulnak, hogy szeretnék ezt a fényképezőgépet megnyerni. Ez egy igen értékes fényképezőgép, jó minőségű, úgyhogy ezt visszatesszük, ne szökjön el. Na nézzük. Hát ez egy picit messzebb van. Na, és pedig? Farkas Cecília, Szeged. Személyesen veheti át. Bokor utca. Személyesen veheti át, vagy elfogadja a postát? Bokor utca, mindenkinek eljutatjuk az ajándékot. Valamilyen úton, módon felveszik a kapcsolatot. Azért kértünk el mindenkitől elérhetőségeket, e-mailt és telefonszámot. Hát a nyertesekkel felvesszük a kapcsolatot. Innen látszik, hogy ez a projekt az egész országban nagyon közkedvelt volt, mert hát, hogy Szegedről is töltöttek ki ezek szerint helyesen kérdőíveket és feladatot. Ezt így befűzöm. Ez az övé. Ja, hát én már, hát ha eddig nem izgultam, most már nagyon izgulok. Tehát, hogyha eddig picit izgultam, most már nagyon izgulok. Az a furcsa egyébként, hogy a... Te is izgulsz? Nagyon izgulok, ja, de a azt akarom csak elmondani, hogy a fesztiválokon is az a meglepő, hogy ténylegesen értéknek tekintik az emberek a kerépát. Ugye nekünk ezek az ajándékok a kampányunkhoz is kapcsolódnak, hiszen azt próbáljuk meg úgymond reklámozni pozitív értelemben, hogy használjunk környezetbarát közlekedési eszközöket, például biciklizzünk, vagy járjunk ugye közösségi közlekedéssel. Vagy szamarazzunk. Vagy például vagoljunk és szamarazzunk. A fotógépet is azért választottuk ajándéknak, mert az a céljunk, hogy kimenjenek a természetbe, esetleg megörökítsék fel az ott zajló történéseket, fejleményeket. De az ajándékcsomag, amiket felsorolt, azok azért adják magukat, hogy ezek mind ilyen természetes alapanyagból készült. Megmutatom a kedvenc játékomat és a kedvenc tárgyamat ebből az ajándékkosárból, ez a röppentyű, ami egy nagyon egyszerű kis szerkezet, és így lehet vele játszani. Így. Én ezt csináltam egész délután, csak utána leállítottak, mert addig nem tudtuk elkezdeni a felvételt. No, tehát ez is benne van az ajándékkosárban. Most viszont nincs más hátra, mint hogy kihúzzuk a nyertest, a fő nyeremény nyertesét. És most én húzok, azt hiszem. Te húzol, így van. Én viszont megkavarom akkor egy picit, jó? Sokkal jobban kevered, mint én, azt megfigyeltem, hogy neked kevésbé hullik ki, mint nekem. Igen, mert én lehet, hogy többet járok a konyhában, mint te. Szoktál főzni? Ne, egyáltalán. Tudod, amikor a tésztát csinálod, akkor, és így forgatni kell, akkor óvatosan kell, mert különben a liszt nagyon kivegy. Elfordulok, hogy az utolsó keveréseket már még lát is elássam. Nem akarom, hogy azt gondolod, hogy kavarok. Annyit itten. Azért időközben elmondanék, hogy lehet még velünk játszani a www.illeszkerekavilág.hu honlapon egészen október végéig, úgyhogy akinek van kedve részt venni egy ilyen kis egyszerű játékban, és van kedve nyerni, az annak mindenképpen tudom ajánlani. Na de most hűha! A doppergés, a cintányérok, a fanfárok, na, és az izgalom teljes mértékben a tetőfokára hágott. Honnan akkor legyen mondjuk ő. Sándor Lajos, Nyíregyháza, Irinyi János utca 16/16. Na, neki nem kell messzire menni, akkor nem gondolom, ezt nem fogjátok akkor postázni, ezt a kerékpárt, hanem megpróbáljátok majd elérni. Hát Sándor Lajosnak gratulálunk, hogy megnyerte a főnyereményt, legalábbis ebben a körben most a főnyereményt, és természetesen mindenkinek gratulálunk, aki nyert ebben a kis sorsolásban, de azt gondolom, hogy mindenki nyert, még ha egy picit ilyen közhelynek is számít, de mindenki nyert, aki ezt a totót kitöltötte, mert egy, ha más nem, egy
egy nagyon picivel gazdagabb lett a környezettudatos tudományvilága saját magában, úgyhogy ezzel már is sokkal többet érünk. Igen, ez is igaz, másrészt pedig az a tervünk, hogy valamilyen szinten folytassuk majd ezt a kampányt, és mivel látszik, hogy van értelme játékkal összekapcsolni a természetértéknek a védelmét, megőrzését, a környezetvédelmet, ezért a jövőben még amennyiben a nyilván az anyagi lehetőségeink, meg a humán kapacitásunk is lehetővé teszi, akkor majd igyekszünk majd még hasonló játékokat úgymond működtetni. Úgyhogy érdemes majd nézni a honlapunkat, és ismételten hangsúlyozom, október 31-ig lehet még velünk játszani. Meg ezen kívül, akik most még eddig játszottak velünk, őket még szeretném majd a második körben is szintén belevenni a sorsolásba. Azt tudni kell, hogy a második körben majd, ami várható november elején vagy november közepén lesz, mindenképpen ott még két biciklit fogunk sorsolni, két fényképezőgépet, még egy sátrat és két ajándékcsomagot. Tehát egy kicsit még nagyobb lesz a merítés, már valószínűleg akkor több ember közül is fogunk majd már sorsolni. Úgyhogy október végéig lehet velünk játszani. Tehát akkor más mondani valónk már nincs, csak annyi, hogy nézzétek a honlapot, a www.illeszkerekavilág.hu-t, és ott az információkat teljes mértékben megkapjátok. Játszani október 31-ig tudtok, de azért a honlapot folyamatosan figyelhetitek, mert hogy ez egy folyamatosan bővülő és élő honlap lesz. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, mi pedig gratulálunk a nyerteseknek. Ember és természet harmóniában, illeszkerek a világ. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Készült az új Széchenyi terv keretében. Magyarország megújul. Készült az ifjú botanikusok baráti körének megbízásából.